Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2018. március 26-án este 7:30-kor. Ismét óriási volt az érdeklődés. 1200 adag étel fogyott el szombaton. Telepítés és tilalom. Csütörtöktől lehet újra horgászni. Vár a szakma Kalocsán. Indul a közel félmilliárdos projekt. 5 helyszínen 1200 adag ételt osztottak ki szombaton délelőtt. A 8. ételosztáson gulyással és kalácssal vendégelték meg a kalocsai lakosokat. Régebben csak a televízióban lehetett látni hasonló megmozdulásokat, most már itt Kalocsán is. A kezdés előtt fél órával ilyen sokan álltak sorban a sétáló utcában. Voltak, akik több adag ételt kértek, s vitték el ételhordóban, mások ott melegében elfogyasztották az ebédjüket. 1200 adag ételt osztottak szét. Több is elfogyna, csak véges a támogatóknak a költsége, és ezért meghatároztunk egy ilyen mennyiséget. Általában meleg étel miatt a gulyáslevesnél szoktunk maradni, vagy marha, vagy sertés gulyáslevest főzünk, és kalácsokat szoktunk sütni. Most még ráadásul egy kis csoki tojásra is tudunk kedveskedni a lakóságnak. Fiatalok, idősek, családok is sorba álltak. Szerencsére mindig vannak, akik a másik oldalhoz, az adományozókhoz csatlakoznak, így lehet évente kétszer is ilyen ételosztás. Vannak újabbak is, vannak, akik lemorzsolódnak, de általában stabil a támogatónk létszáma. Összességében egy 30 fő létszám, ami ezt mozgatja úgy a helyszíneken, ugye egy 4-5 fős önkéntes csoport, meg még az előkészületekben, akik részt vesznek. A krízis helyzetek kezelése állami feladat. Gyámhatóság, családsegítő szolgálat, szociális ellátóhálózat. Ezeken keresztül lehet segíteni. Behatároltak a kereteink egyébként, ami egy nagyobb akció ezeken kívül az a szociális segélykeretünk, illetve ott a nyugdíjasok részére, amit biztosítunk, ugye húsvét előtt a 2000 forintoknak a kifizetése, a többi az nagyrészt ugye állami feladat, illetve az önkormányzatoknál egyedi segélyeket lehet kérni. Tehát ennyivel tudjuk a kiskeresetűeket, illetve a szegénységben élőket támogatni. 1200 embernek jutott szombaton meleg ebéd, s talán néhányuknak még virágvasárnapra is maradt belőle. Március 26-án, azaz a mai napon megtörtént a Kalocsa és Vidéke Horgász Egyesület tavaszi haltelepítése, ami miatt egészen csütörtökig általános horgászati tilalom van érvényben a Vajason. Izgatottan várták a horgászok azt a 10 mázsányi pontyot, amit a mai napon a Kalocsa és Vidéke Horgász Egyesület telepített, többek közt ide, az Egyesület irodája melletti szakaszra, Kalocsa belvárosába. A másik 10 mázsa az a Dunapatai híd mellett lévő hínárfogó térségébe lett a csatornába engedve, illetve mai napon további 20 mázsa 3 nyaras horogéret ponty került Dusnak térségébe, Sárköz és vízrendszerébe. A halaknak az egyet súlya 1,75 dekagram. És ahogyan azt már a pecások megszokhatták, a telepítéssel egyidejűleg horgászati tilalom lépett életbe. Tilalom az ma 0 órától csütörtök reggel 6 óráig tart, és azután lehet a horgászoknak a betelepített halból fogniuk. A telepítésre kijelölt húsvét előtti időpont pedig már szinte hagyománnyá vált az Egyesület életében. Ez általános tradíció, hogy a nagypénteki halétel az a vajasból kifogható legyen, és így van időzítve a telepítésünk, hogy csütörtök, péntek, szombaton, aki ráér, az tudjon már halat fogni az idei telepítésből. A csalikat és botokat tehát készíthetik a horgászok, hiszen csütörtök reggeltől már fogható az ünnepi asztalra való bőjtieleség. A Bajai Szakképzési Centrum nemrégiben 450 millió forint támogatást nyert el. Az összegből nagyszabású felújítás és fejlesztés valósul majd meg, többek közt az intézményhez tartozó két kalocsai iskolában is. Kulturális programmal, versmondással és énekléssel vette kezdetét az a nagyszabású ünnepség, mely során hivatalosan is megnyitották a közel fél milliárdos projektet. A Bajai Székhelyű Szakképzési Centrum ugyanis nemrégiben egy pályázaton 450 millió forint támogatást nyert el, melyből két kalocsai iskolát, a Dózsát és a Kossuthot is fejlesztik, illetve korszerűsítik.
A megnyitón Font Sándor országgyűlési képviselő, dr. Bálint József, Kalocsa város polgármestere és Virág Tibor, a szakképzési centrum főigazgatója is köszöntő beszédet mondott. Mostanra már leesett a kollégáinknak is, hogy mekkora munka vár ránk igazából ezzel a pályázattal, mert a felnőttek már jól tudják, a diákok még kevésbé, hogyha az ember nyer egy pályázatot, akkor azt szoktuk mondani, hogy nagyon örülünk, mert megnyertük, másrészt pedig a mindenit neki megnyertük, és most már föl kell gyűrni az újat, és neki kell menni. A támogatás elnyerésének köszönhetően teljes felújításon esik majd át a városi kollégium. Továbbá korszerűsítik a tantermeket, és a Dózsában egy digitális alkotó műhely is helyet kap majd. A fejlesztéseket Tóth Zsolt projektmenedzser mutatta be. Nagyon jelentős eszközcsoport kerül ide Kalocsára, különösen ide a Dózsába. Egy digitális alkotóműhely nevű eszközcsoport, amely segítségével hát gyakorlatilag számítógép vezérelt eszközökkel és programozással tudnak majd tárgyakat előállítani. Itt a Dózsának a kollégiumában nagyon sok minden meg fog újulni. Ugye vizes blokk felújítása, közösségi szoba, melegítőkonyha kialakítása, tanári pihenő, tantermi padozatok felújítása és minden más, ami még belefért a pályázatba, azt beletettünk. A fejlesztések fő célja a lemorzsolódás megállítása, vagyis hogy egy diák se távozzon az intézményből bizonyítvány nélkül. Ehhez a projektet három részre bontották, infrastruktúrális fejlesztése, eszközbeszerzése és szolgáltatás nyújtása. Tehetséggondozásunk lesz, különböző készségfejlesztések is, amit külön kiemelnék, a közösségi programok. Közösségi programokat tudunk támogatni anyagköltséggel, kirándulásokat, szakmai kirándulásokat, osztálykirándulásokat azért, hogy közösséget építsünk, hogy intézményi közösséget is építsünk, azért, hogy az emberek jó érezzék magukat, és itt akarjanak maradni. A fejlesztések 2 éven belül valósulnak majd meg az iskolákban. 3 ország, 48 alkotója mutatkozott be a Városi Galériában pénteken délután. A Panonárt című kiállításon a közös téma az Alföld és az ott élő emberek. Magyarország, Horvátország és a szerbiai Vajdaság képzőművészei fogtak össze, hogy szélesebb körben megmutathassák vizuális világukat. Kalocsának a vonzás körzetébe beletartozik a horvát rész, Horvátország északi része, vagy a Szerbiának az északi része, mert a történelmi kapcsolatok, itt is említette az egyik horvát hozzászóló, hosszabb történelmi kapcsolatok alakultak ki, hiszen ez a város valamikor ennek a régiónak a központja volt. Az érsekek között voltak magyarok, horvátok, akik szívügyüknek tekintették ennek a környéknek a támogatását. Pesztalics Márta volt a közvetítő a 3 település, Szabadka, Belisce és Dusnok között. Nyári táborokban van lehetőségük a közös alkotásra, kiállításra. Ez ugyanúgy lehetőséget nyújt arra, hogy mi is innen menjünk Szabadkára, menjünk Belistyére, azokat fogadjuk, lássuk vendégül, és hát ez egy ilyen szép barátkozás, csoportosulás. És nagyon nagy örömmel fogadták a dusnokiak, és az az idén nyáron, illetve most már a múlt év nyarán, meg is valósult először, hogy itt is megvolt Dusnokon ez a nyári tábor, és jöttek is ugye mind a 2 helyről. Változatos, különböző technikával készült képekkel mutatkozik be így közel 50 alkotó. Mindenki szabadon választhatott a festményei, rajzai közül. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a Pannon síkságon élő életet, tehát az embereket, a falvakat, a városokat, mindenhonnan lehet valamilyen témát meríteni, és ezt az életet, ezt mutassák be. Most én itt látok olyant, hogy kakas például egy, de az úgy megvan festve az a festmény, hogy le a kalappal, és nem is gondolná az ember, hogy na most kakasokat fest valaki. A másik, nem tudom, én például vadvirágcsokrot festettem, a másik a Dunapartot, vagy a Vajas partját, vagy a belistjaiek a Dráva partját festik meg. Szabó Zoltán Kecskedudával saját gyűjtéséből játszott horvát dallamokat a megnyitón. A kiállítást április 15-ig lehet megnézni a Városi Galériában. Ismét a kalocsai és környékbeli óvodások látogattak el a Viski Károly Múzeumba. A gyerekek az intézmény dolgozóival közösen idézhették fel a húsvéti ünnepkör népszokásait. Tojásfestés, bábjáték, tormareszelés.
azok az óvodás gyerekek, akik szerdán ellátogattak a Visky Károly Múzeumba, ilyen és ehhez hasonló programokon vehettek részt. A színjátékok során Kalocsa játék hagyományaiból vettek elő egy-egy régi darabot, olyanokat, amit a helyiek már annyira nem ismernek. Bábjáték fönt az emeleten minden alkalommal van. A húsvéti szokásrendet mutatják meg, hogy szőrzik be a tojást az állatok. Ugye vannak állandó szerepeinek a bábjátéknak, a madár, a nyuszi, a sündisznó, és hát a személy szereplők is, a Miska bácsi, ugye a lánya és a Jancsi. Tehát erről szól a történet, hogy hogyan szőrzik be a tojást, hogyan kell majd a locsolóknak ezt a tojást előkészíteni, és utána a húsvéthoz kötődően játszanak. A hagyományok szerint húsvét hétfőn a fiúk elmennek a lányokat meglocsolni, és ezért ők hímes tojást kapnak cserébe. Ezért is volt a program második állomása a tojásfestés. Ezt muszáj, hogy a gyereköknek megmutassuk. Szeretnénk, hogyha szép kalocsai virágokat festenének, de hát az oldások azok még ugye nem tudják ezt a virágot, tehát nagyon színes tojások alakulnak itt ki a múzeumi foglalkozás alkalmával, és itt mögöttem pedig a húsvéti sonkát főzzük meg nekik. A gyerekek a húsvéti reggelit is megkóstolhatták. A menü kalács, főtt tojás és sonka volt, amihez a tormát nekik kellett lereszelni. Láthatóan nagyon tetszett nekik ez a munkafolyamat, az erős, csípős illat ellenére is. Valamikor a torma járt a húsvéti sonka, sőt, tehát most is ugye sokan ezt teszik hozzá. Ezt kell éreszelni az óvodásoknak, ugye sírnak itt sorba, mert ugye marja a szemüket, de nagyon kitartóan reszelik a tormát, és hát úgy látom, hogy a legtöbben meg is kóstolják. Van, aki ugye nem mer erős neki, de hát ugye megsütjük a tormát, ahogy illik, tehát nincsenek olyan ereje. Néhányan tartózkodnak, de azért úgy látom, hogy reszelik is, fogyasztják is. Minden évben 7 alkalommal várják az óvodásokat a múzeum dolgozói. Legközelebb, az idei tanévben az utolsó foglalkozás Szent György nap alkalmából lesz. Ekkor van az állatok kihajtásának az ideje, és ezen alkalomból fogják a népszokásokat felidézni. Idegenben döntetlen, hazai pályán győzelem a Baja ellen. A kalocsai KC férfi együttese ezúttal nem engedett a 2 pontból, 31-24-re diadalmaskodtak a bajaiak felett. A novemberi döntetlen után hazai pályán nagyarányú győzelemmel zárult a KKC és a bajai KSE összecsapása. A 31-24-es diadal az edző szerint többek közt az első félidőben nyújtott fegyelmezett támadásoknak köszönhető. A fiataljainknak egy ilyen 60 perces menet, ahol egy pillanatra nem lehet kihagyni, még soknak tűnik, de bízom abba, hogy egyre hatékonyabbak lesznek, és ezeket a gyermetek hibákat, amiket elkövettünk ott a fal előtt, hogy sokat léptünk, kiejtettük a labdát, technikai hibákat vétettünk el, az egyre kevesebbszer fordul majd elő, és akkor még biztosabban, még nagyobb arányban tudunk egy ilyen mérkőzésen nyerni. A szombati nap nem csak a férfi együttes számára volt eredményes, hanem az ifiknek és a lányoknak is. Így mindhárom csapat itthon tudta tartani a 2 pontot. Nagyon örülünk annak, hogy ilyen sok nézőnk van minden mérkőzésen. Kötelességünknek érezzük, hogy maximálisan kiszolgáljuk ezt a nagyon lelkes közönséget. Annyi információval hadd szolgáljak, hogy előfordulhat a pécsi mérkőzésünket újra kell játszani. Ezzel maximálisan nem értünk egyet, de ha már muszáj, akkor én biztos vagyok abban, hogy ezt a Pécset 10-ből 10-szer is meg fogjuk verni, és a nézőnknek lesz plusz egy hazai mérkőzése. A folytatásban azonban még egy elmaradt meccset is pótolnia kell a KKC fiainak. Az, hogy Siklósra most 2 héttel később megyünk, ez nem okozhat nagyobb problémát. Inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy sajnos negatív az ottani szereplésünk. Nagyon nehezen tudtunk az ottani körülményekkel megbirkózni, az ottani ellenfelekkel. NB1B-be nem lesz forduló. Ez azt jelenti, hogy a pécsi NB1B-s játékosok mind vissza tudnak játszani. Nagy palat lesz. De Kolicsi János szerint, ha a hazai mérkőzéseket hozni tudják, és esetleg idegenben is sikerül pontot rabolniuk, akkor továbbra is ott tudnak lenni a tabella 4. helye környékén. A női csapatunknál pedig úgy tűnik, elérhető lehet akár a bronzérem is, melyhez azonban szükség lesz a Soltvadkerti 2 pontra is. Ha partiba akarunk lenni a Soltvadkertbe, az a küzdeni tudásunk, a fizikai képességeink és a védekezés. A támadás az egy másodlagos dolog lesz, tehát esélyt ezzel a 3 tényezővel tudunk adni magunknak.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Ne feledjék adásainkat, addig is visszanézhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét, kellemes televíziózást, viszontlátásra!